Most a kocsi! Most a kocsi! Most a kocsi! Most a kocsi! Különleges rakomány van! Megállni, kutya! Elroboltuk az összes utast! Ki olyan merész, aki kimeri váltani? Á, de gyávaság van, kérem! Szedjünk-e még több áldozatot? Az első feladat, az lesz, hogy asszonyverés. Hallott már róla? Az egy ostorforgatási módszer. Mindjárt betyárok ide hozzá. Az elraboltakat. Odaadom neked a puskámat. Jó nehéz. Anna vállalkozott arra, hogy kiválaszta, hogy kiváltja a Darázshegyi örökbefogadó levelet a Mázai Jövőnél Turista Egyesület elnök asszonyával együtt. Van-e Hannán kívül olyan bátor mátrai, vagy nem mátrai betyárt fiú, aki a fogoly fiúkat kiváltja? Gyere, barátom! Tedd ki a nyalókát a szádból, és mutatkozzál be, hogy hogy hívnak! Bárdos Botond! Botond! De megmutathatod a nagy felnőtt férfiaknak, hogy majd te kiváltod a rabfiú társakat. No, kísérjétek ide azt a darás derekú asszonyt! Mozogja már! Úgy közlemekedik, mint egy rabszolga! Gyertek, Ari! Ide csak távolabb a lovaktól. Amint mondtam, ne menj el távolabb, gyere közelebb. Botond, gyertek, Ari! Hanna azt mondta, hogy ő fölvállalja az asszonyverést, úgyhogy megmutatom. Botond, még egy kicsit arrébb álljatok. Ide Hanna mellé, ide. Ez az. Így, nagyon jó! Nehéz a puska, Hanna? Na akkor, ki az, aki együtt fog érezni majd az ági fájdalmával a sikítson? És kibírta a három ütést? Köszönjük szépen ezúttal. Szabonod engedjük, hogy a Darázshegyi örökbefogadó nyilatkozatot átadhassa az illetékeseknek. Köszönöm. Nagyon szívesen. És akkor még hátra vannak a fiúk. Jankó betyár, kísérd ide őket. Majd Danti betyár, add nekik valami feladatot.
Nekem már a hangom is elment. No, Hanna, honnan érkeztél? Dunakesziről? Hát te vagy az egyetlen dubai lány. Na, fiatalok! Ezt a négy derék legintit kéne kiváltani. Te leszel az erő, te meg a... Szépség. Szépség. Hát de botta, de mi aludtál? Minden szépség tud dorombolni, mint a macskák. De most a kis... Nem bánt, kipróbáltam. Nem zárod össze a szádot, és ezt elkezdett menni. Hogyha úgy dorombol, ahogy az én szívemnek kedves, már pedig úgy dorombol, hallgassuk, még. Egy fiunk el, még doromboljunk. Doromboljunk még! Segítsen már neki a közönség! Ez a fiatal! Köszönjük szépen! Vagy hát ők köszönik. A fiúk, köszönjétek meg Hannának Dunakesziről! A Mátrában egy betyár sem jelentkezett volna! Te Boton, te vagy az erő! Ez a neved, Boton, ugye? Jaj, de szép apád lehet! A két fiú keze, lelke a te kezedben van. Te vagy az erős, ezt kell csinálnod, megfogod a fokos végét, kitartod egyenesen. Észak felé. Igen, hát mindig előttem van észak, ugye? Hát, az nagyon kemény gyerek. Akkor a másikba is kapsz egyet. Mind a kettőt gyújtsa, számoljunk háromig! Egy! Kettő! Egy! Botont, legyél kemény, emeld föl! Egy, kettő, három, ez az! Jól van, ügyes kívánok! Itt is szabadon mehettek! Most pedig folytatódjon a hivatalos szeremónia! Hanna Dunakesziről és Boton Gyöngyösről megmentette a rendezvény lényegét! Kezdődjön a igazság! Hagyja jönnek a lovak! Boton, lányok, fiúk, gyertek be! Lovak elő! Ügyes voltál te! Te is ügyes vagy! No, akkor akinek kedve van a postakocsin, kipróbálhatja a körmenetet jó pénzért! Jó volt? Jó volt. 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 Jó volt.